Én a télapó. Ó, hát ez nagyszerű. Igazán ráférnek is ajánlni. Leülök a ládára, szegény ember vagyok. Úgy látszik, ez egy búgó csigáló között télapó. Remélem télapó, jó, nehéz a húttod. Milyen húzt vagyok? Hát, amiben az ajándékokat hozod. Ajándékokat? Én nem az a télapó vagyok. A másik? A másik? Melyik? Ebben a zsebemben van a jég, meg a hó. Ebben a kinek téli szele. Ebben van a dél, ebben meg az úzmaradék. Még szerencse, hogy nincs több zsebem. Ne beszélj annyit szegény embernek, kérdezem a jég, meg a hó. Szép tőled, hogy csak havazol, szelezel, lelezel, jegezel, és zúzmara nézed a szegény ember. Valami jó, valami szegény ember való, azért csak kaphatott volna az egyik ráni zsebemben. Jaj, megfagyok! Na bár, ebben a zsebemben is hoztam valami szegény embernek való. Mi az? Téli csillagok. Felszikráznak fölöttük a téli csillagok. Csupa szikorkak, csupa látogások volt ilyen. De ez nagyon szép tőle, de csak annyit értél el vele, hogy víz kivilágítás mellett fagyok meg. Mit is mondtál, miből rakhatok napközben hideg teleken, amikor gyerek voltál rá a szeretesre? Rűzséből! Azt is hoztam! Mit? Rőzsetüzet! Már hogy hoztál volna kedves télapó, amikor nincs is több zseb? Vede! Tényleg! Akar sem! A fehér gyerekszobában, két kisárban, izgatottan zsugdosnak a 6 éves Bozi és az 5 éves Mimi. Este 10 óra van, és nekik már régen aludniuk kellene, de ők még ébren vannak, és az ablakon beszűrődő boltvilág fehér fényességében a karácsonyba körül elmélkednek. Hányszor mondja még, hogy szombaton van karácsony? Ha én mondok valamit, az igaz! Ne várnázz, mert bejön az apuka, és rám kiabál! Én nem félek az apukától. Én nem fogadok szót az apukának. Ha nem fogad szót, akkor majd eljön a Jézuska, és elviszi az erkélyről a karácsonyfát. Ki mondta ezt neked? Apuka mondta. Apukának pedig a Jézuska mondta. Nagyszerű! Hol beszélt az apuka a Jézuskával? A kávéházban. A Jézuska minden délután elmegy a kávéházba, és ott beszélget az apukával. Az apuka elmondja neki, hogy jó voltunk-e, vagy rosszabb voltunk. Ez nem igaz! Apuka hazudik! Apuka nem hazudik! Apuka hazudik! Apuka mindig hazudik! Mikuláskor is hazudott, mert azt mondta, hogy a Mikulás bácsi tette a cukrot a cipőbe, pedig a babysitter tette. Én láttam! Apuka még meg is csókolta a babysittert, mert azt hitte, hogy mi már alszik. Apuka mindig megcsókolja a babysittert. Apuka hazudik. Karácsonypán, a szokás még hozza a vásárcsarnokból, akkor nagyon húskoltam. Hogy lehetsz ilyen hazudós? Nem vagyok hazudós.